1977-ben Nyírbátor újbóli városavatása alkalmából készült el, itt mellettem állították fel akkor Székely kapunkat. 2009-ben azonban ezt a Székely kaput lebontották, és darabjait itt helyezték el a református templom oldalában. Miért is történt lebontása? Gyakorlatilag ez a Székely kapu az 1977-es tervnek megfelelően egy sétány végén helyezkedett volna el, ami összeköti a római katolikus templomot a református templommal. 2009-ben azért kellett elbontani, mert az akkor tervezett sétány meg nem épült, a mostani várostörténeti sétányunk pedig más tervek alapján épült meg, és nem illik ebbe az összképbe ez a Székely kapu, úgy gondolták. 2009-ben tehát lebontották. 2010-11-ben Zsindely tetejét még felújították, mert ígéret volt arra, hogy újból felállításra kerül más helyen. Ez azonban nem történt meg. Székely kapunk eltűnt. 2017-ben kezdtem el kutatni Székely kapunk történetét és alkotójának történetét. Így találtam rá a József Attila utcai fatelepen, rémes állapotban, ugyanúgy szabad téren, darabokban, és ugyan sikerült elérnem azt a polgármesteren keresztül, hogy végre tető alá kerüljön Székely kapunk, és ígéretet kaptam arra is, hogy a református templom kertjének felújításakor helyt fog kapni Székely kapunk, újból felállításra fog kerülni, azonban mint azt láthatjuk, ez ismételten ígéreteknek megfelelően nem történt meg. A Mi Hazánk mozgalommal követeljük Székely kapunknak újbóli felállítását, és kérjük alkotójának, Vitéz Fehérvári Józsefnek emléktábla elhelyezését Székely kapunk mellett.